A 2021-27-es uniós forrásokról, a megújult vállalkozói információs portálról és a felnőttképzés megújításáról is tájékoztatták a baranyai vállalkozókat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az intézménybe látogatott ugyanis György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár, aki kiemelte, hogy Magyarország elsőként indult az EU-s fejlesztési ciklusban. Egy 600 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatás keretében hirdették meg még májusban a gyorsindulás programot, amely főként mikro, kis és középvállalkozásoknak nyújt segítséget. Pénzt kaphatnak a beruházásaikhoz, a technológia fejlesztésükhöz, az innovációjukhoz, és a foglalkoztatásukhoz és az ehhez kapcsolódó képzésekhez. Erről szól ez a 600 milliárd forintos program. Ezek nem ingyen pénzek, hanem olyan támogatások, amelyek feltételekhez kötődnek. Ez azt jelenti, hogy csak akkor nem kell visszafizetni a támogatás összegét, ha például a beruházások esetében kétszer olyan gyorsan növekednek, mint a magyar gazdaság. Egy most októberben induló új program a vállalati továbbképzések esetén pedig tovább kell foglalkoztatniuk a munkavállalókat, akik részt vesznek a képzésben, és a bérüket a minimálbér emelésénél nagyobb ütemben kell növelniük. Erre egy 70 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a munkához való viszonyunkat ebben a gyorsan változó, fejlődő technológiai világban is meg kell őriznünk. Ahhoz, hogy ez a technológiához hozzájussanak a cégek, az létrehoztuk a vállalkozó információs portált, a Valit, azon a modern mintaüzemek programot, ahol be tudnak jelentkezni, meg tudják nézni a valós működési környezetben a jövő technológiáit, és létrehoztunk most egy képzési programot, amelynek keretében pedig a munkavállalóikat tudják felvértezni azzal a tudással, ami ahhoz kell, hogy megfeleljenek a technológiai elvárásoknak. Az eseményen elhangzott, hogy a gazdaságvédelmi operatív törzs mintegy 50 javaslatát már elfogadta a kormány, mely mind a hazai vállalkozások szerepét erősíti. Cél, hogy elősegítsék az 5,5%-os gazdasági növekedést még idén.